A helyi vállalatokkal, vállalkozókkal, valamint a város intézményeinek vezetőségeivel találkozott polgármesteri fogadás keretében Filóné Ferenc Ibolya. Az évente megrendezett eseményen beszámolt az esztendőben elvégzett tevékenységekről, valamint a 2024-es terveit felvázolta egy prezentáció kíséretében. Nem csak a díjátadásra kerül sor, hanem ilyenkor összefoglalom az adott év legfontosabb eseményeit a számok tükrében, hogy mi volt a legfontosabb az önkormányzat életében, egyfajta tájékoztatást, egy összefoglaló kerül információként átadásra a jelenlévőkre. Természetesen mindig gondolunk az intézményvezetőkre, a hivatal vezetőire, jegyzőre, ajegyzőre, a képviselőtestület valamennyi tagjára, úgyhogy együtt töltjük ezt a mai estét. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője fontosnak tartja a település gazdasági és politikai szereplőinek kapcsolatát. Gratulálok polgármesterasszonynak, az önkormányzatnak, minden vállalkozónak, azoknak az embereknek, nem csak vállalkozóknak, akiknek köszönhetően a városunk tovább fejlődött. Természetesen a díjazottnak pedig külön gratulálok. Dél-Dunántúl meghatározó nagykereskedelmek 2008 óta van jelen az élelmiszerpiacon. Folyamatos termékkínálatot biztosít a kiskereskedelmi láncokhoz tartozó boltoknak, vendéglátói egységeknek. Több éves sikeres kereskedelmi tevékenységének és közéleti szerepvállalásának köszönhetően kapta meg a kitüntetést. A legfontosabb mindig az, amit helyben ismerik el, a helyi teljesítményt, ugye szoktam mondani, vagy ismerik a mondást, hogy senki nem proféta a saját hazájában. Ettől nem leszünk azok természetesen, de amikor a helyi vezetők, helyi önkormányzat, helyi szereplők is látják azt, hogy valamit csinálunk, és azt el is ismerik, az nyilván rendkívül jó érzés, és egy jó visszaigazolás arra, hogy esetleg jó irányba megyünk. Az Együtt Egymásért Alapítvány alázatos munkájának tisztelete jeléül ajánlotta fel a díj mellé járó jutalmat.